Katonazenekarral és emléksétával ünnepeltek a résztvevők a március 15-i rendezvényen Kemecsén. A megemlékezésen elhangzott 10 évvel ezelőtt a Kegyeleti Park létrehozásával új hagyományt teremtettek a településen. Annak idején folytak a tervezgetések, és úgy gondoltuk, hogy ide a 48-as hősök emlékére egy Kegyeleti Parkot hozunk létre. Megterveztük, megálmodtuk, majd pedig mertünk egy merészet gondolni, hogy Répási Mihály honvéd tábornok hamvait Szegedről 2006-ban jó magam és a település vezetésének többi tagjával képviseletével hazahoztuk, majd 2007. március 14-én, március 15-i ünnepség keretei között egy újratemetési szertartás és emlékmű állítás keretében létrejött ez a Kegyeleti Park. Az ünnepségen díszpolgári címet is adományoztak. Idén Papcsák Ferenc politikus ügyvéd kapta az elismerést a településért tett példaértékű segítőkészségéért. 20 év munkájának a visszaigazolása, nagyon sok ember munkája van ebben, és nagyon büszke vagyok rá, hogy ezt a címet elértem. Nyilván ez egy biztatás is, hogy vegyek részt a közéletben, és segítsem ezt a térséget, segítsem magát, ezt a várost, Kemecse városát, megérdemlik, nagyon szorgalmas emberek élnek itt. Az ünnepségen katonai tiszteletadással koszorúzták meg a Kemecsén született Répási Mihály honvéd tábornok és az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kemecsei hőseinek emlékművét.